Ismét letartóztatták a Marián Kozma gyilkosság egyik elkövetőjét. A rendőrség szerint Sztojka Iván hónapokon át prostitúcióra bírt rá egy lányt, a bevételt pedig elvette. A Kozma gyilkosság miatt jogerősen elítélt férfi jó magaviselete miatt tavaly szabadult a börtönből. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Sztojkát. Készenléti rendőrök indítottak összehangolt akciót négy férfi ellen a napokban. Egy prostitúciós ügy miatt csaptak le a bandára. Egyiküket, mint a filmekben, autóval követték, majd két település között az út szélére szorították. Körbevették, leteperték az útra és megbilincselték. Volt, akit a saját lakásában fogtak el. A megalapozott gyanú szerint egy 37 éves enyingi férfi március és augusztus között prostituáltként dolgoztatott egy nőt, akitől a bevételét teljes egészében vagy részben elvette, ebben pedig segítségére volt három bűntársa, hogy a lebukást ugye megelőzzék. Az ő bankszámlájukra utalta a nő az összeget, amelyet aztán ők fölvettek és átadták a 37 éves férfinak. Az ügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását. A bíróság ezt több szempontból is indokoltnak látta, ezért 30 napra börtönbe került a férfi. A terhel több alkalommal volt büntetve. Az eljárás tárgyát képező cselekményeket visszaesőként feltételes szabadsága hatálya alatt állva követte el. Figyelemmel a gyanúsított előéletére, valamint arra, hogy a cselekményt hosszabb idő keresztül folytatólagosan követte el, tekintetében a bűnismétlés reális veszélye fennáll. A bűncselekménnyel kapcsolatos rendőrségi közlemény szerint egy SI monogramú férfi a gyanúsított. Információink szerint azonban Sztojka Ivánról van szó. Úgy tudjuk, a férfi nemrég nevet változtatott. Sztojka Iván a Marián Kozma gyilkosság harmadrendű vádlottja volt. Őt 13 évre ítélték a veszprémi kézilabdázó elleni halálos támadás miatt. Eredetileg 2022-ig kellett volna börtönben lennie. Tavaly nyáron azonban jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyezték. Marián Kozmát 2009. februárjában szúrták halálra, miután egy veszprémi bár előtt a barátaival verekedésbe keveredett egy másik társasággal. A bíróság több mint 200 millió forint kártérítést ítélt meg a Kozma családnak. Ügyvédjük szerint azonban a szülők azóta sem kaptak egy fillért sem. Nagyon ráférne a családra. Én jártam ki Bukarestbe, teljesen belerokkant Petre Kozma, meg a Mariánnak az édesanyja is, Maria ebbe az egész tragédiába. Tehát egészségileg, anyagilag, teljesen fizikálisan, teljesen rámentek erre ezek az emberek. A Sztojka Ivánként ismerté vált férfi a mostani letartóztatása ellen fellebbezett, így a döntés egyelőre nem jogerős.